Köszöntöm nézőinket, beszélgető társam Győri Barbara, akit sokan mazsolettesként ismernek, hiszen mi is most beszéltük meg, hogy mazsolettesként már találkoztunk. Most viszont egy gyönyörű szép puli gazdájaként beszélgetünk veled. Nagyon szép sikereket értél el a puliddal. De hogyan is jött ez a kapcsolat ezzel a gyönyörű kis állattal? Kinek a hatására kezdtél ezzel foglalkozni? Hát nagyon jó barátnőm, Márki Klára, kutyákkal foglalkozik, mundiai és komondorjai vannak, és én is nagyon szerettem volna egy kis kutyát, és a puli tetszett meg a legjobban, és hallottuk, hogy Karcagon született egy fehér puli alom, és megnéztük anyukámmal, és egy kis kutya nagyon kedves volt, és rámosolygott, és mondta anyának, hogy vegyük meg, mert kell nekem. Tehát akkor végül is a kutya választott téged, igaz? Igen. És mi tetszett meg ebben a puliban, hiszen Klárának is nagyon szép a állománya, de miért nem mondjuk, miért nem komondor, miért nem valami más kutya? Tehát mi a szépség ebben a gyönyörű állatban? Hát mindenféleképpen egy kisebb testű kutyát szerettem volna, és hogy olyan szép a hosszú szőre, és minden olyan kis kedves. Egy olyan, mint egy kis gombolyag, ezt tetszett meg úgy benne, úgy lehet szeretni? Igen, mindig meg lehet, így ölelgethetem, akár mint a kis testvérem lenne. És akkor mit is kell tudnunk erről a kutyusról? Hogy hívják? Hány éves? Tehát ez picit mutasd be nézőinknek, hiszen a képeken majd látni fogják. Sistag Dombi Lady-nek hívják, novemberben lesz 4 éves, nagyon kedves és barátságos kiskutya, nagyon játékos, és a másik kutyánkkal is mindig folyamatosan nagyon domináns, mert őt is mindig le akarja győzni. Mennyit tudsz vele foglalkozni? Hát minden, ma kint mindig elmegyünk sétálni, és a felvezetést is nagyon sokszor szoktunk gyakorolni. Beállítani is szoktam gyakorolni, de a sétákat nagyon szeretjük. Együtt már akkor mindig kikapcsolódunk, és együtt jól érezzük magunkat. És hát azért gondolom, hogy eseny előtt egyrészt a kutyust is nagyon föl kell készíteni, mondtad, hogy itt a zsűri elé is úgy kell megjelenni. Mennyit készültök ilyenkor? Tehát van előtte mondjuk egy verseny, mondjuk legyen egy hét múlva, akkor már 3 hónappal előtte arra készültök, vagy azért csak azon a héten? Nem, 2 nappal előtte meg kell fürdetni, azt mindig anyukám csinálja, mert nagyon nehéz, mert nem szereti a vizet, meg kell utána szárítjuk, és mindig szét kell tépegetni a szőrét, és miután megszáradt, mindig gyakorlunk vele, átvesszük, amiket a kiállításon kérnek tőlünk. És hát mit kell csinálni a kiállításon? Hiszen azért a nézők csak azt látják, hogy oda mennek, nézik, megáll a zsűri előtt, megnézik, fogát nézik, küleményt nézik, de hát azért azt hiszem, hogy neked ennél sokkal többet kell tenni azért, hogy a kutyusod megfeleljen a zsűrinek. Hát igen, nagyon fontos, hogy ne poroszkáljon, és helyesen menjen, és mindig, hogy helyesen álljon a lába, és hogy meg tudja mutatni a fogát és a szemét is. És ehhez hogy lehet hozzászokatni? Tehát, hogy szegényt mindig így macerálod, és akkor nyisd ki a szád, és nézed, vagy azért, hát ő már ezt tudja, és rutinosan benne van? Már megszokta, de először nagyon sokat kellett vele gyakorolni. De mindig jól éreztük magunkat, ez volt benne a lényeg. És mennyire szokták megnézni, hiszen azért nem nagyon jellemző a fehér puli, tehát mondom, egy kiállításon se sok van belőle. Hát sajnos nagyon kevés van, de mindig mindegyik a bírók alaposan átvizsgálják, meg a közönség is mindig sokan oda jönnek hozzánk, és megnézik, körbesimogatják, hogy milyen aranyos, és a szőrével kapcsolatosan is kíváncsiak rá, hogy ilyen szép a szőre. A versenyeredményekről is szóljunk, hiszen azért nagyon sok serleget láttunk már itt. Mi volt az első verseny? Mikor érezted úgy, vagy kinek a biztatására éreztétek úgy, hogy a kutyus már fölkészült egy ilyen megméretésre? Legtöbbször, vagyis először a barátnőm mondta, hogy menjünk el, mert úgy látja, hogy nagyon szép kutya, és először 2010-ben Debrecenben mentünk el egy cazi kiállításra, és fényes eredményt értünk el, ezért úgy gondoltuk, hogy folytatjuk ezeket a versenyeket. És akkor erre gondolom, te azért nagyon büszke voltál. Mit tudnak erről az osztálytársaid? Hova is jársz, és hanyadikos vagy? Hát most Németországban járok iskolába, 7. megyek. Ott a barátnőim nem annyira tudják, de azért ugye Facebookra mindig szoktam felrakni képeket, és szoktam kapni gratulációkat, és nagyon büszke vagyok a kiskutyámra, és
És most ez az életed akkor, de hát azért a karcagi volt osztálytársaiddal, gondolom tartod azért a kapcsolatot, hogyha itthon vagytok, akkor beszéltek, ők büszkék ránk, hiszen azért ők végigkísérték az eredményeidet. Igen, az egyik barátnőm nagyon, nagyon büszke rá, amikor voltunk Budapesten a világkiállításon, és világgyőztes lett a kiskutyám, a barátnőm is nagyon örült neki, mikor felhívtam, és ott örjöngött a telefonban, már nagyon örült neki. És számodra mit jelent? Hát a sport, azt tudjuk, hogy sportoltál, de mit jelent most ez az egész, a nagy siker? Tehát büszke vagy a kutyádra, meg magadra is? Igen, egy kiállításon mindig megmérettetjük magunkat, Ladyt is, és magamat is, és eleinte nagyon nehéz volt elérni eredményeket, de most már belejöttünk. És mennyire jellemző, hogy ilyen fiatalon ott vagytok a toppon, mint tenyésztők? Tehát azért úgy nézegetve a kiállításokat, inkább idősebbeket szoktunk látni. Tehát mennyire vannak ilyen fiatal, sikeres tenyésztők, mint te? Hát tenyésztőnek még nem mondanám magam, de inkább felnőttek vannak. Gyerekek csak a junior handlerben, a fiatal felvezetőkben szoktak versenyezni, meg esetleg, ha tenyésztőnek kell segíteni, akkor szoktak ott részt venni a ringben. És akkor mi a legnagyobb eredményetek? A világgyőztes, amikor Budapesten világgyőztes lett és fajta győztes lett, megnyerte a fajtáját, úgyhogy ő lett a világ legszebb fehér pulia. Azt hiszem, hogy ez egy óriási siker, mivel ünnepeltétek, hiszen azért gondolom, ilyenkor azért ő is kapott egy kis jutalomfalatkánál valami finomabbat. Ja, hát persze, mi megpesgőztük, hát nagyon örültünk neki, Ladyke megkapott jutalomfalatot, és bent aludt velünk a házba. És mi a kedvenced? Tehát van-e kedvenc játéka? Mesélj egy picit róla nekünk. Hát van egy másik kutyánk, vele szokott mindig játszani. Kedvenc játéka nagyon nincsen, mert inkább macskákat hajkurásza, de nincsen kedvenc játéka, inkább velünk játszik. És akkor mennyit szoktatok vele játszani? Tehát mondtad, hogy séta az rendesen van, de akkor csak egy ilyen, amikor jó idő van, most egy picit azért esett az eső, de amikor jobb idő van, gondolom kimentek, egy kicsit futkározás, tehát számodra azt mondtad, hogy a kikapcsolódás jelenti a kutyus. De mi mindent jelent még neked? Hát ő a legjobb barátom, vele mindent meg tudok beszélni, és mikor szomorú voltam, ő is bejött hozzám, és felült az ágyamra, úgyhogy nagyon, nagyon borzasztó barátságos kis kutya, és nagyon szeretem. És akkor mit szeretnétek még elérni? Tehát van még ezen felül valami olyan eredmény, hiszen azért ez a nekem legalábbis úgy tűnik, hogy ez a legnagyobb eredmény, de van-e ennél magasabb szint, amit szeretnétek elérni? Hát már nincsen. Már almat szeretnénk lehozni tőle, kis kutyákat szeretnénk, és utána talán, ha meghagynánk egyet vele folytatni, hogy a anyukája nyomdokaival lépjen. És mit kell rólad még tudni, hiszen azt elmondtuk, hogy iskolában jársz, de a kutyuson kívül mi mindennel tudsz még foglalkozni? Tehát szeretsz-e olvasni, vagy mivel töltöd az idődet? Hát igen, olvasni nagyon szoktam, és táncolni is szoktam járni, és a barátnőimmel is szoktam találkozni, velük nagyon jól megbeszélem a dolgaimat, és anyáikkal is elmenjünk kirándulni hétvégente. Tehát akkor ez, hogy világbajnok kutyusod van, ez ugyanolyan hétköznapi gyerkőcnek megtartott téged, mint amilyen voltál, igaz? Tehát nem változtál meg ebből a szempontból? Nem, csak annyi, hogy sokkal büszkébb vagyunk magunkra, mint azelőtt voltam. Hát én nagyon sok ilyen büszkeséget kívánok mindenkinek, és váljon valóra, hogy legyen egy almod ettől a gyönyörű kutyustól. Köszönjük szépen. Győri Nitót Éva Barbie édesanyja. Én úgy gondolom, hogy nagyon büszke most a lányára. Igen, természetesen, hát nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ilyen szép eredményeket ért el a gyermekünk, és hogy ezáltal kis példát is tud talán mutatni a mai fiatalok számára, hogy ez egy borzasztó fontos dolog, hogy egy gyermek ilyen szép kapcsolatban tud lenni egy saját kis házi állattal, egy kis kutyával. Minden szülő, gondolom, hogy ön is úgy volt, amikor a kislánya bejelentett, hogy anya, kutyát akarok, hogy ha csak azt, ne inkább más szeretnék, vegyünk ezt azt. Tehát próbálta elbeszélni, vagy önnek is tetszett az ötlet, és rögtön támogatta? Hát az az igazság, hogy én nagyon szerettem a kutyákat mindig,
Soha nem volt pulikutyánk, egy kicsit óckodtam tőle, nem is ismertem a fajtát. Hallani hallottam, hogy a puli az puli és nem kutya, mert korábban tacskónk németjuhászunk volt, de megmondom őszintén, hogy egyáltalán nem bántam. Aztán voltak időszakok, amikor azt mondtam, hogyha tudtam volna, hogy mennyit kell majd foglalkozni a szőrével, akkor lehet, hogy másképp mondom, de nem bántam, tehát igazából igen, támogattam, hogy kell mellé egy társ, és ez egy nagyon intelligens társ ez a puli. És hát ahogy hallottuk a kislányától, azért önnek is ad feladatot egy versenyre való felkészítést, de hát úgy látom, hogy az előbbiekből, hogy ez örömmel vállalja, azon kívül, hogy büszke a lányára, és részt vesz a minden olyan dologban, amit segíteni kell. Hogyan látja, itt mondta, hogy példa is lehet a hasonlókorú gyerekeknek, de egy versenyen az előbb kérdeztem őt is, hogy nem nagyon jellemző, hogy ilyen fiatalok vannak. Tehát hogyan, ön mint felnőtt, hogyan látja ezt? Tényleg fontos lenne, hogy minél több gyermek foglalkozzon kutyával, vagy azért valami már elindult? Én úgy gondolom, hogy változó ez. Tehát vannak olyan kiállítások, tehát állandó gyerekek vannak. Legtöbbjük olyan, akinek a szülei tenyésztők foglalkoznak vele, aztán így bekapcsolódnak esetleg barátok által is, mint a mi esetünkben. Túl sok gyermek nincs. Mindig szinte ugyanazokat az arcokat látom, de mondjuk mi pozitívumnak mondhatjuk azt, hogy azóta, mióta a Barbie kutyázik, azóta már lett néhány barátja, akik szintén elkezdték az ő példájára ezt. Tehát szerintem több kellene. Én ezt egy nagyon hasznos dolognak tartom. Fegyelem, meg kell tanulniuk együtt egymáshoz alkalmazkodni, ami elég fontos, úgy gondolom, az alkalmazkodás, másrészt a feladat, a kötelesség. Tehát, hogy van egy kötelességem, hogy igen, akkor most kell, hogy foglalkozzak vele, ha akarok, ha nem. Tisztán kell, hogy tartsam, tehát azért ő már besegít a fürdetésnél, mert ez nem egy olyan egyszerű dolog. Nyilván, amikor nincs iskola, tehát ha tanulni kell, és esetleg megyünk kiállításra, akkor egy picit úgy magamra maradok, de én úgy gondolom, hogy ez fontos lenne a gyerekek számára, ha minél több gyerek foglalkozna vele. Ez egy szabadidős, tehát egy kinti program általában, kint vannak a kiállítások, jó levegőn, ott egymással tudnak ismerkedni, egymástól tudnak esetleg tanulni, megmérettetik egymást például egy fiatal felvezető versenyben, és aztán adott esetben tudnak egymás örömének is örülni. Tehát ez egy fontos dolog, igen. Tehát nincs az a féltékenység, hogy most én neked miért, nekem miért nem, tehát gondolom, hogy ez is egy fontos, hogy megtanulja, hogy amit ön is mondott, hogy alkalmazkodni, meg elfogadni a másik sikerét ebből, igen, a szempontból is. Tanulásban is gondolom, hogy ez azért sokat jelent, vagy majd, hogyha tovább tanul is, egy ilyen plusz önbizalmat is ad a gyereknek. Igen, úgy gondolom, hogy a fegyelmet, meg ezt a kitartást, ezt kamatoztatni fogja. Hát szerencsére elég jó eszű gyerek, és elég könnyen beilleszkedik, tehát most ez nekünk így egy ilyen külföldi iskolában egy élő példa volt rá, és igen, úgy gondolom, hogy ez is a javára vált, ez a kutyázás mindenféleképpen. És milyen érzés volt Budapesten meghallani az eredményhirdetést? Tehát könycseppek, öröm, újongás, gondolom, hogy minden volt, igaz? Hát, hogy könycseppek, az már ilyen krokodil zápornak nevezném. Hát igen, tehát ezt nem lehet elmondani, ezt az érzést, amire ugye nyilván nem lehet felkészülni, mert az ember nyilván nem úgy megy el egy versenyre, szeretne nyerni, de nyilván nem biztos ebben. Hát ez egy csodálatos élmény volt, úgyhogy igen, megsirattuk ezt, és nagyon sokáig emlegettük, és mondhatom, hogy még emlegetjük a mai napig is, hogy igen, hát van egy világgyőztes kutyánk, és hogy mindezt a gyermek érte el vele együtt, tehát igen, nagyon örültünk. A világbajnokság, azt hiszem, hogy az volt az íra a pont, de hát azért Karcagról és innen a környékről indultak, itt is voltak sikerek, erről is beszéljünk egy kicsit nézőinknek. Hát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy itt Karcagon már több éve megrendezik a tájjellegű kiállításokat, és 3 évvel ezelőtt megmérette magát a gyermek a kutyával, és hát sikerült megnyernie a Vándorkupát. Aztán nem ért véget a sikersorozat, mert rá következő évben is sikerült megnyerni, mindkettő sírással végződött számunkra, és ami a legnagyobb csoda volt számunkra, hogy
kimondott, ezért utaztunk haza Karcagra, hogy nyilván az esélyt megadjuk magunknak, mert ha harmadjára is megnyeri az ember ezt a kupát, akkor hazaviheti. És hát ez volt az egyik legidegesebbnek mondható kiállításunk, és sikerült neki újra megnyernie, úgyhogy a Vándor Kupa büszke tulajdonosa lett a mostani tájjellegű kiállításon. Hát ezen kívül a hazai kiállításokról többször, tehát elég sokszor vettünk részt Cacokon és Cacibokon. 10-szer lett cacos a kutya, és 9-szer cacibos, ezen kívül 16-szoros fajta győztesi címmel büszkélkedhetünk. És hát én ezt a büszkeséget kívánom önnek még sok-sok évig, hiszen azért Barbie elmondta, hogy milyen tervei vannak még. Reméljük, hogy tenyésztőként is ugyanilyen sikeres lesz majd. Hát reméljük, hát az az igazság, hogy nehézkesen fér benne a jelenlegi életünkbe, de mindenféleképpen nagy kíváncsiság az, hogy most mégis milyen kis kölykök születnének, úgyhogy azon vagyunk, hogy meg tudjuk ezt majd oldani, hogy meg tudjanak születni ezek a kis bébik. Én azt kívánom, hogy ehhez ön biztosítsa továbbra is a hátteret a kislányának, és legyenek sikeresek. Természetesen mindketten az apukája is, és én is teljes válszélességben támogattuk végig, meg fogjuk is, és hát természetesen ugyan ő nem tud itt lenni, de ő is nagyon büszke a lányára. Márki Klára volt az a bizonyos barátnő és pulitenyésztő, aki elindult a Barbit ezen a szép pályán. Azt hiszem, hogy büszke lehet rá, hogy ilyen sikereket ért el a kutyus és a kislány is. Igen, maximálisan büszke vagyok rá, meg büszkék vagyunk. Egész Karcagváros és a magyar fajtások nevében is szeretném kijelenteni, hogy ezt a sikereket mind magyar fajtával ért el. Jó, magam is magyar fajta tenyésztő vagyok, és ez külön büszkeség nekünk. Tehát mi magyaroknak magyar fajtával ilyen sorozatot véghez vinni gyerekfejjel, maximálisan büszkék vagyunk rá. És hát gondolom, hogy jó lenne, ha lennének követők is. Próbáljon megint valakit így ismerősi körben rávenni, hogy hát ha, és akkor megint lennének ilyen sikerek, hiszen beszéltünk arról, hogy jó lenne az utánpótlás. Tehát gondolom, hogy ebben a fajtában is az idősebbek vannak inkább tenyésztők, de jó lenne, hogyha itt is Karcagon is, vagy itt a környéken még hasonló fiatalok rászánnák a kis idejüket a számítógép helyett, és tényleg a pulival foglalkoznának. Igen, nagyon-nagyon fontos a következő generáció, és hogy ez a következő generáció ezt mind magyar fajtával tudnánk propagálni, vagyis népszerűsíteni. Ezen vagyunk, ezen dolgozunk, és bízunk benne, hogy még Karcagvárosnak több sikeret is fogunk tudni hozni a jövő generációjával, a gyerekekkel. Én azt kívánom, hogy sok-sok ilyen riportot tudjunk még készíteni, és sokszor be tudjunk számolni arról, hogy megint világbajnok lett esetleg egy Karcagról származó puli, vagy bármilyen más magyar fajta. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a magyar fajta, karcagiak és minden kutyát kedvelő nevében a jó kívánságokat.